A Dying Light Stay Human lengyel fejlesztő csapata, a Techland már korábban bejelentette, hogy 5 éves támogatási ciklus elé néz a játék. Új sztori DLC-ket, fegyvereket, különleges eventeket, helyszíneket és egyéb tartalmakat ígértek, most pedig belebegtették az elkövetkezendő 5 hónapban várható újdonságokat. A Twitteren közzétett ütemezett menetrendből kiderül, hogy az első debütálás után új tartalmak igazából kozmetikai holmik lesznek. Márciusban új kihívásokat kapunk, áprilisban pedig egy új eseménysorozat, a Mutated Infected elé nézünk. Könnyen lehet, hogy a játékmódok a klasszikus fogócska formátumot rázzák fel. Májusban ismételten friss kihívások fognak minket próbára tenni, végezetül júniusban az első Story DLC fogja a kedélyeket borzolni. A távolabb jövőben biztos lesz legalább még egy Story DLC, valamint ingyenes és fizetős tartalmak is színesítik majd a Dying Light 2 élménypalettáját. A Technoland alkotói korábban azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy azt állították, a Dying Light 2-t 500 órába telik végigvinni. Aztán persze magyarázkodniuk kellett, végül pedig pontosítottak a kijelentésükön, ha minden küldetést elvégzünk, legyen fősodrú és mellékes, továbbá bejárunk minden területet és végére érünk az összes befejezésnek, akkor jön ki az 500 óra. Mindentől függetlenül hiába tűnik úgy, hogy a fejlesztők szeretik elragadtatni magukat, a fentebb részletezett menetrend alatt a videojátékosipartól igen szokatlan közönségbarát kommentet hagytak. Nem kell aggódni, mindent megteszünk, hogy a legjobb játékot szállíthassuk, azonban ha kételjeitek támad, az sem baj. Várjátok meg a kritikákat, az embargó február 2-án oldódik fel, szóval még utána is előrendelhettek, ha gondoljátok. Ha pedig nem, akkor sincs gond, a fő az, hogy mindig ki legyetek békülve a döntésetekkel. Áll a Techland kommentjében. You're sentenced to death for treason. I know what loss is like. Talking about someone in particular? She trusted you, and you failed her. I'll be okay. You'll pay for that. 3-1? I like those odds. Count again. Sometimes, you have to become a monster to stay human. Nothing could ever tear us apart anyway. Fuck the plan. We don't know what's up there. You understand nothing. A little boy wants to pretend he's a grown-up. A precious little boy. Köszönöm a figyelmedet, ha tudtam segíteni, akkor iratkozz fel a csatornámra, oszd meg a videót másokkal is, dobj egy lájkot és írd meg a véleményedet a komment szekcióban.